Vendégünk volt rádió gaga interjú. Tíz év, rengeteg dal, meg annyi élmény, keményebb időszakok és adrenalinnal teli pillanatok. Tíz év rímekkel, akkordokkal, otthon fel, felemlegető szívből szóló sorokkal, és Magyarországot is meghódító csupa szeretett bombákkal. Tíz éves a Bagosi Brothers Company a jubileumot 2023. március 11-én Budapesten az MVM Domban ünneplik meg rajongóikkal és követőikkel. Engem most az elmúlt tíz eszendő Bagosi László szemszögéből érdekel, akit köszöntök is Székelyföld legnagyobb hálózatának stúdiójában. A Rádió Gagán, szia Laci, örvendek, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia Gábor, és üdvözlöm a hallgatókat, Ötök, Mi, hogy itt vagyok. Milyen komolyan is tudunk beszélni. Nem látták a, és nem hallották a hallgatók, hogy ezelőtt egy öt perccel még alig tudtuk a mosolyt leszedni az arcunkról. Mostantól lettünk Most komolyak. Nagyon komolyak lettünk. Most, hogy a bagosi tesók közül az egyikkel beszélek, így elég nehéz lesz belesűríteni mindent egy maximum 18 perces interjúba, na de lássuk, hogy hogy sikerül. Zene. A te is, a te életedben és Norbi életében ez mikor ugrott olyan szintre, hogy elkezdhetek mondjuk hangszerekkel megtanulni játszani? Amúgy kb. mindennel az életünkben úgy voltunk, hogyha valamit elkezdtünk, akkor úgy, úgy úgy tekintettünk rá, hogy ez így nem tudom egy életre szóló Történet lesz, amiből, projekt. Meg, a projekt, igen, amiből meg is fogunk élni. Tehát soha nem tekintettünk valamire úgy, hogy hát ez nem komoly, ez csak hobbi. Aztán majd hát, hogyha komoly lesz, tehát amikor elkezdtünk agresszív görkorizni, akkor is már a versenyeket néztük, és hogy hogy lehetne ebből nem tudom, majd e, e, Európa bajnoknak lenni. Amikor Norbi elkezdett táncolni, akkor is már tánc sulit csinált. Minden, tehát mindent abszolút maximumon pörgettünk a zenét is az első pillanattól zenekarba, meg világsikerbe gondolkodtunk. De ez mikor volt olyan 7-8-9 éves korotokban, vagy későbbet azért a zene? Később, tehát igazából pont a zene az, amit a, amúgy a tánc és a, és a görkorizáson, görkorizás mellett én hoztam be a, az életünkbe. Ez én, én voltam azt hiszem 14 éves, norm meg 16, uh -huh. ezt elkezdtük együtt, aztán azóta tart a szerelem. És autodidaktamódon? módon? Igen, autodidakta módon abban azért amúgy cimbalmas Lóri eh, osztálytársam Igen. volt az, aki megtanította, hogy, hogy, hogy kell az akkordokat leolvasni egy tabulatúrával, és megtanította az első akkordokat nekünk. Így kezdődött el onnantól fogva, csak le kellett olvasni, nem tudom, a, a szöveg tetejéről, hogy ez G-dúr, Ámol, F-dúr, és akkor onnantól már minden ment magától. Aztán még mindenképp Győr Lacit említeném meg, aki a a zenéhez viszonyulást tanította meg nekünk, a zenének a filozófiai hátterét, azt, hogy, hogy azért a zene mégis milyen, milyen mély hatással van az embernek, nem csak a lelkére, a testére is. Uh -huh. is. Tehát nagyon egyszer csak gondoljunk bele, hogy meghallgatunk egy egy olyan zeneművet, ami, ami közel áll a szívünkhöz, és nem tudom, akár elsírjuk magunkat, vagy kiráz a hideg, vagy libabőrösek leszünk. Tehát ez, ez, ez kicsit több, mint csak én így vagyok, a marad így el. Amikor azt hallgatom, akkor kiráz a hideg, és sőt, még sokszor majdnem bőmbölök. Hát, <laughs> Annyira jó fél, fél, az Amikor én azt a dalt hangszereltem, akkor ott ültem a számítógép előtt, és már hallottam a fejembe, hogy hogy ez a vége hogy fog szólni, de még, még, még nem jutottam a végére, Igen. és már akkor éreztem, hogy rendesen potyogtak a könnyem, és ú, ez, szuper lesz. Na, órunk egy picit az időben. Tíz évvel ezelőtt nyilvánvaló volt, hogy a zenélésből keresitek majd a pénzetek, vagy voltak vitáitó kétségeitek is, hogy vajon ez a projekt bejön-e, a Bagosi Brothers Company projektje? Azt mondanám, hogy nyilvánvaló volt. Tehát itt nyilván az is közrejátszik, hogy mi az a pénz, amit keres az ember. Tehát arra elég, hogy ellavírozzunk otthon anyukánál élve, és teljesen nem Igen. tudom, este egy sörre, vagy egy csomag cigire. Tehát ez e között, meg a között, hogy, hogy, a feleséget, gyereket, vagy bármi mást eltartani, ne adj Isten házat építeni, vagy ilyen, vagy autót venni, az, az, mindig változott, az igény az változott, de az első pillanattól azt gondoltuk, hogy maga a hogy jól érezzük mi magunkat benne, és ne azt érezzük, hogy csak kivesz belőlünk, arra, arra mindig elég volt. Kíváncsi lennék arra, hogy te, hogy látod a formáció elmúlt tíz évét? Ez nagyon gyorsan elrepült, vagy azért a tíz évnek van egy súlya, és mondjuk megvagytok egy kicsit szakálosodva? <laughs> Talán most a legaktuálisabb ez a kérdés, erről tényleg amúgy én érzek egy... Most, most érezzük a legjobban, ugye én, én, vagyok a legfiatalabb tag, én is betöltöttem a 30-at. Atyaik, hogy meg vagy öregedve. Ugye? Szakál, <gül> <gül> apropó. <gül> és most, van az a pillanat, hogy tényleg egy kicsit azt érezzük, hogy gyorsan telik az idő. Maga a sikert, meg a zenekar felnövését nem érezzük gyorsnak, abszolút azt érezzük, hogy minden a jó tempóba történt, és abszolút lépésenként haladtunk előre, de, de érezzük azt, hogy most már nem vagyunk azok a 20 éves fiatalok. Már soha nem volt az a 20 éves fiatal, mióta a zenekar létezik például, de hogy, hogy mindig nagyon jó hatással voltunk egymásra, és most is ezt is tök vagány, hogy így együtt éljük meg az öregedés. Tehát azért munka volt az elmúlt tíz évben, tehát nem mondhatjuk el, nem mondható el az, hogy csak elrepült úgy az idő, mert azért tíz évben elég sokat dolgoztatok ahhoz, hogy odáig eljussatok, ahol jelen pillanatban a Bagosi Brothers Company tart, vagy áll. Főként az határozza meg talán nálunk az időt, mindig nem tudom, a feleségemmel együtt is azt szerint élünk, hogy minél több élményt gyűjtsünk, ami különbözik a másiktól, és akkor minden évre úgy lehet emlékezni, jaj, emlékszel, ekkor volt az, amikor nem tudom, mit csináltunk, <laughs> akkor volt azunk, nem tudom, mit csináltunk. És így is, ha vannak ilyen kimagasló mérföld, mérföldkövek, vagy bármilyen, amit megtettünk a zenekar életébe, akkor abszolút érződik ennek a, a hosszúsága. A négy lemez, ami most már az ötödiket is felvettük, egy szimfonikus lemez, az mégis hat lemez, ami azért nem kis munka. Akkor még az első kis lemezünket, amikor megalakultunk, azt nem számoltam a könyv, amit kiadtunk, a, a, hegyi levegő experience, amit létrehoztunk, a csomó túra, csomó akusztik projekt, egy csomó olyan dolog, ami, ami meghatározza azt a tevékenységet, amit mi tíz év alatt csináltunk. Amúgy a Bagosi Brothers Company ötlete a két test pattant ki, vagy egy pábos sörözgetés során ültetek többen egy asztalnál, és megbeszéltétek a zenekar többi tagjával, hogy közösen beleálltok ebbe a projektbe? Norbinak volt egy pillanat az életében, amikor így elkezdett, folyamatosan, amikor elkezdett zenélni, már saját dalokba gondolkozott, és nagyon sok saját dalt írt, de volt egy ilyen ugrás, amikor elkezdett olyan dalokat írni, ami nem tudom, így mai napig úgy határozzuk meg talán amúgy a dalok születését, hogy egy olyan dal születik, aminél azt érzed, hogy wow, ez annyira jó, hogy olyan, nem is én csináltam volna, akkor akkor az, az, az mindenki valószínűleg egy jó dal. És Norbinál eljött egy pont, amikor elkezdett ilyen dalokat írni, hogy így mindenki azt hitte, hogy nem is az övé, meg hogy biztos valami intim tornada lesz, konkrétan meg is történt. <gül> <gül> és ez volt az a pillanat, amikor, amikor érezte Norbi is, hogy itt ez valamit kéne csinálni. Tehát akkor nem tudott megölni a fenekén, és zenekart kéne csinálni, akkor Atával volt egy ilyen közös akusztikus projektjük, amiben mondjuk úgy bevettek engem, mivel kicsit mondjuk úgy, hogy magától értetődő volt, hogy a tesó bekerül, és uh, ata, ata volt igazából egy picit ennek a, ennek a hógolyónak a taszítója, amiből most már majdnem, hogy egy lavina lett. Ő jött a, a névötlettel is, hogy ő nem bontaná meg ezt a testvéri egységet, nekünk ugyan Orbival volt egy ilyen Magosi Brothers pont. Igen. Uh, uh, projektünk, és akkor ehhez tettük hozzá, és tettem, amúgy Ata hozzá is a kampányt. Akkor persze úgy voltunk vele, hogy, hogy hát nem baj, akkor legyen egyre ez a név, aztán majd változtatunk. Hát nem változtatunk. Sőt, ha én jól emlékszem, akkor több próbálkozásotok is volt. Emlékszem én még a Bagosi Norbert is, az akkord felelősök zenekarra is. Ezen kívül hány zenekart állítottatok fel, hogy hogy emlékszel? Vagy utána egybe a Bagosi Brothers Company? Sokat állítottunk össze igazából. Az volt a legfontosabb, hogy melyik az a zenekar, amelyik úgy tud működni, hogy mindenkinek megfeleljen. Például a Bagosi Norbi és az akkord felelősök, ugye az Norbi volt az X-faktor, ez utána akkor uh, uh, Berecki Boti, amúgy is a No a, az atya jött azzal az ötlet, hogy ez tök jó lenne. Egyrészt meglovagolni, meg másrészt folytatni azt a projektet, amit, Nor Norbi elkezdett. Viszont uh, nagyon fontos volt, hogy Norbi, mint alkotó, tudja kiélni a saját, tudja ki nem csak kiélni, hanem kiírni magából a saját elkivilágját, és erre legyen olyan alkotói közösség, aki ezt meghangszereli, lejátsza mögötte, vagy mondjuk úgy inkább mellette, és ez a Bagosi Brothers company jött úgy létre, hogy, hogy nem tudom, mi, teljesen természetesen magányú. Hogy látod, mennyire tér el a kezdeti Bagosi Brothers Company hangzásától a mostani, és ez tudatos volt? Ezt beszéltétek Norbival, vagy akár a zenekar többi tagjaival, hogy kell a hangzásvilágon egy picit változtatni, vagy fejlődni, vagy nem volt tudatos? mindig tudatos volt, mindig, mindig más zenéket kezdünk el hallgatni, folyamatosan bővül a paletta, hogy az adott esetben mit szeretünk meghallgatni, és mindig szeretünk mi is a komfortzónából kimozdulni. Egy idő után bele lehetne kényelmesedni abba, hogy azt csináljuk, ami már egyszer bevált, meg működik, viszont a közönségünket meg azért szeretjük ahhoz szoktatni, hogy mindig változunk, hogy amikor egy még nagyobbat változunk, akkor ne lepődjenek meg olyan nagyon. Igen. Hanem legyen az, hogy ja, hát igen, végül is annyit változtak ezek a fiúk már, hogy ez így tök jól működik. De amúgy nagyon, nagyon sokat változtunk, azt gondolom, zenébe is. És hogyha most már a hangzásról beszélünk, akkor tervben van, hogy a Bagosi Brothers Company dalai egy idő után teljesen másképp szólnak majd, mint a mostaniak? Lehet egyáltalán egy formáción belül ekkora változás eszközölni, vagy nem érdemes? Ilyenkor talán ilyen projekteken belül gondolkodunk Igen. azon, hogy másképp szóljon. Például, amikor csináltuk a szimfonikus bagosi turnét, akkor ez nyilván cél volt, akkor nem csak az volt a cél, hogy adott dalokat át hangszereljünk szimfonikus zenekarra, hanem adott esetben át is harmonizáltunk, mások voltak az akkordok, lassabb lett a dal, teljesen más üzenetet közvetített úgy abba a verzióba, hogyha mindenképp ilyen nagyobb léptékekbe szeretünk ezen is gondolkodni. Van tervünk a jövőre, jövővel kapcsolatban is egy ilyen hasonló projekttel. De Metal? Ne? Nem. nem. A távol tőlük mégis ezzel kezdtük. Okay. Majdnem mindenki. De, de nem, nem más, és nem is szimfonikus, hanem mindenképp valami olyan, ami nekünk is kihívás. Nem titok, ha két fiú testvéről beszélünk, akkor ott nagyon is lehetnek konfliktusok, uh, legalábbis nálunk volt gyerekkorunkban az öcsém is köztem. Az élet bármely területén, vagy akár a formáción belül voltak, vannak, lehetnek nézeteltérések Norbi és közted, vagy mindig is jó tesó Folyamatosan tanultuk egymást, és tanultuk az egymással való kommunikációt. Nyilván, amikor gyerekek voltunk, és egy-egy veszekedésnek nem volt akkora súlya, meg nem tudom, tényleg egy kis bunyóval el tudtuk rendezni, akkor elrendeztük a kis egy szolában. kis bunyó. De most, hogy így azért más életciklusba vagyunk, más a, a felfogásunk, most azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon jól megértjük egymást, és bármikor, amikor probléma van vagy nálam, vagy nála, akkor mindig a megértéssel fordulunk egymáshoz, ami teljes mértékben bevált, működik, és, és azt hiszem, hogy expertek vagyunk egymással kapcsolatban. Oké. Okay. Mennyire igaz az amúgy, hogy a Bagosi Brothers Company dalainak zenei világáért Bagosi László felel és a szerzemények lelki világát Bagosi Norbi adja? Mondhatjuk ezt így, Viszont azt mindenképp hozzátenném, hogy a, hogy a legvégén a cél az mindig az, hogy mindenki kényelmesen érezze magát ebbe a világba. Talán azt mondanám, hogy mivel stúdió technikailag és hangszerelés technikailag talán én vagyok a legképzettebb, és ez igazából az önszorgalom miatt, amiatt, mert én voltam az első, aki itt nem tudom, stúdiót akart csinálni, és ennek lett is amúgy a hozama, meg én, én, szerettem a legtöbbet bingizni a dalokon, Igen. ezért ez így valahogy rám maradt. Én soha nem, nem, nem szerettem annyira úgy menni a próbára, hogy valami félkész, hanem úgy szerettem, hogy legyen akkor egy kész valami, amit alakítgathatunk, de hogy már legyen valami, ami mindenkinek tetszik. És ez így, így alakult ki, hogy akkor van egy kész valami, amihez hozzá lehet nyúlni. Most már inkább adott esetben a stúdióba szoktunk velem, az a tolgatni, kicsit ide-oda meg a producerünk nagyon sokat segít ebbe, de ezt akartam kérdezni, hogy a producer hol lép -e a munkátokba? A producerünknek, hál' istennek, nagyon-nagyon fontos az, hogy minél kevesebb legyen a mi zenei projektünkbe belőle. Uh -huh. Viszont az anyag, ami kijön, az neki a lehető legjobban tetszedjen. Anélkül, hogy ő lenne Legyen. benne. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség, meg egy nagyon nehéz ezt, ezt fenntartani, de ő ebbe talán nem tudom, a mi életünkben biztos, hogy nagyon jól működik vele a kémia, és ehhez ő tud hozzáadni a legtöbbet a mi zenénk. Ligeti Gyuriról beszélünk, pontosan, ugye? Pontosan. Mit emelnél ki az elmúlt tíz évetekből? Ú, Mert hát... gondolom azért rengeteg élmény van. Ilyen, ez a nehéz kérdés így a... Atának is feltettem ezt a kérdést, de nem mondom meg, hogy mi volt a válasz, nem tudom, megnézted <laughs> az, jön, az interjút. Meghallgattam az interjút. <laughs> Azért nehéz, a pont egy tíz évről beszélünk, és maga az egész olyan, mint amikor megnézel egy filmet, és amúgy, vagy inkább úgy mondanám, hogy sorozatot, aminek tudod, hogy még csak az első rész végén vagy, mondjuk úgy, hogy az első <laughs> szezon végén legyen így, és akkor mit emelnék Hát örülök, hogy végignéztem ezt a, ezt a szezont, és nagyon jó, hogy várom a következőt de mindenképp kiemelném az együtt töltött balatoni estéket, azokat, amikkel nem tudom, így abszolút együtt összenőttünk, és amúgy az itthon töltött estéket is, amikor itt vagyok Igazából ezek az emberi apróságok, Igen. amik, amik mégis csak megalapozzák a nagy dolgokat, mint egy budapest parkos, vagy egy tusványos koncert, vagy adott esetben egy aréna, úgyhogy inkább az apró dolgokat emelném ki. Mit kell tudniuk azoknak, akik a 2023. március 11-i jubileumi koncerteteken részt szeretnének venni az MVM domban? Uh, mire készültök? Egy koncertre? Oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen az interjút. Úgy olvastam, hogy lesznek meglepetések is, most nem tudom, mennyit lehet ebből elárulni, de az már nyilvánvaló, hogy több színpad is lesz az MVM domba, ugye? Igen, ezt mindenképp ki akartuk közölni, hogy nem tehát nyilván nem a hagyományos értelembe vett színpadra kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy több színpad, mert az technikailag nem azt mondom, hogy megvalósíthatatlan, de nem egy magyar zenekar zsebének van szabva egy ilyen projekt, de, de azt szeretnénk mindenképp, hogy bár a helyszín az nagyon nagy, de az nagyon-nagyon fontos, hogy mégis, mivel oda elég sok ember befér, hogy mindenkinek szóljon, ne csak annak, aki gyorsabb volt, ne csak annak, aki, tehát bizonyos részek több mindenkinek szóljanak. Ez, a, ez az egyik legnagyobb dolog, amit szeretnénk mindenképp megvalósítani. Viszont a meglepetésekről arról inkább csak annyit mondanék, hogy szeretnénk nagyon gyergyóivá tenni azt a koncertet Budapesten, hogy mindenki egy kicsit részesüljön a gyergyói életérzésből, és nem feltétlenül vendégekkel szeretnénk színesebbé tenni, hanem a mi minél inkább többszínű oldalunkat szeretnénk megmutatni. Tisztelt hallgatók, az elmúlt percekben itt a Rádió Gagán, Bagosi Lászlóval beszélgetünk. Laci, boldog születésnapot nektek, és akkor találkozunk az MVM domban. Úgy legyen. Rádió Gaga interjú.